A hősök terén búcsúztatták 1942. októberében a II. Rákóczi Ferenc 12. Honvéd gyalogezredének katonáit. Az ezred közel 4500 főből állt, alig fél évvel később pedig mindössze 21 tiszt és 714 katona tért vissza Nyíregyházára. A Doni áttörés mínusz 30 fokban indult 81 évvel ezelőtt. A tragédiára a vármegyeházánál emlékeztek. A Donnál elesett harcosokról sokáig nem volt szabad beszélni, őket fasisztáknak, hazárulóknak tartották, pedig nem voltak azok. Tudjuk, hogy Magyarországot belekényszerítették a II. Világháborúba, nem önként mentek. Meg kellett őrizni egyrészt az első-második bécsi döntés alapján visszakapott területeket, hiszen a románok és a szlovákok már hamarabb csatlakoztak a németekhez, és megindultak a Szovjetunió ellen. Kényszerhelyzetben voltunk. A kassai meg a rahói vasútvonal bombázása az már csak egy ürügyön szolgált. A magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezredre emlékezünk. Hát a névadó miatt vállalta fel a Rákóczi Szövetség, mivel Rákóczi nevét viselte a gyalogezred. Van is egy érdekesség, 1930-ban jött létre ez a gyalogezred, mégpedig a Munkács és a Szatmár németi ezredek egyesítésével. Tehát ez is a Trianonnak egy fintora, hogy két elszakított magyar város ezredeiből alakult meg a nyíregyházi. A megemlékezésen Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, a 20. századi magyar hadseregek legnagyobb veresége volt a Doni ütközet, amely sokáig maradt feldolgozatlan a magyar társadalomban. Azért kell erre emlékezni, mert azóta már három generáció felnőtt. Ugye nekem nagyapám ott volt a Donkanyarba éppen a nyíregyháziakkal, hazajött, majd 44-be esett el, tehát az ő gyermekei a háború alatt születtek, édesanyám is. Az az első nemzedék, ők hadjárvák voltak. Aztán itt vagyok én, aki már II. Világháború után születtem, 56 után születtem. Én a történelemkönyvekből tanultam, talán mint történész, talán egy kicsit többet is, de bennünk még talán él, de a gyerekeink is felnőttekké váltak már, ők már talán kevesebbet tudnak a mai fiatalok, és ezért kötelességünk emlékezni, és emlékeztetni őket, hogy a magyar honvédek ott hősök voltak, becsülettel harcoltak, és ahogy Nemes Kürtő tanár úr írta, kihunyó tudatok utolsó fellobbanásával a hazájukra gondoltak, a családjukra gondoltak, a házukra gondoltak, a településükre gondoltak, Nyíregyházára gondoltak, ahol korábbi életüket leélték, és gyakorlatilag ők példaképek nekünk, a bátorság, a helytállás és a hősiesség példaképei. A Doni hősök előtt tisztelegve idén is emlékmenetet szervez a Honvédsuli Egyesület és a MATASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A katonák a vármegye több pontján tartanak megemlékezéseket. Nagyon fontos megemlíteni, és most aktualitása is van, hogy most is indul a Doni emlékmenet a hősökért, amelyet a Honvédsuli szervez már hosszú-hosszú évek óta, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ők most ebbe az évben, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy minden egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre el fognak jutni ezzel a küldetéssel, amellyel szintén ezt az emlékeztetést tűzik az zászlajukra. A vármegyeháza mellett két tábla is emlékeztet a 12. honvéd gyalogezred tragédiájára. 1992-ben a Józsa András Múzeum, 2013-ban pedig a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete állított emléket a Doni hősöknek.